Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntjük Önöket Monor város önkormányzatának 2018. évi közmeghallgatásán. Aki már nem először van ilyen eseményen, azt tudja, hogy ez formálisan egy képviselőtestületi ülés. Egy olyan sajátos formája az önkormányzat ülésének, amelyben a polgármesteren keresztül beszámol az elmúlt évben végzett munkájáról, beszámol az önkormányzatnak a gazdálkodásáról, illetve beszámol azokról a már megvalósult, illetve folyamatban lévő fejlesztésekről, amikről úgy gondoljuk, hogy érdemes a lakosságot is tájékoztatni. És természetesen egy olyan speciális képviselőtestületi ülés ez, ahol Önöknek lehetőségük van arra, hogy ezt nem beszámolót követően kérdéseket tegyenek fel hozzám, a hivatalunknak a munkatársaihoz, és természetesen a képviselőtársaimhoz is. A beszámolómat követően én szeretném majd megadni a lehetőséget a képviselőtársaimnak is, hogyha ők szeretnék azt kiegészíteni, vagy bármit hozzátenni, akkor természetesen ezt megtehetik majd. Ahogy említettem, ugye egy speciális képviselőtestületi ülésen vagyunk, de azért valami fajta formaságot ugye itt is meg kell tudnunk tartanunk. Ennek a része pedig az, hogy én meg kell, hogy állapítsam, hogy a képviselőtestület határozatképes. Ugye ahogy látják itt mögöttem, valamennyi képviselőtársunk eljött és jelen van a közmeghallgatáson. Tehát a képviselőtestület az határozat képes. A jegyzőkönyv hitelesítési feladatokra én Juhász László és Magdics Máté képviselő urakat kérem fel. Köszönöm szépen, hogy vállalják az ezzel kapcsolatos feladatokat. A mai, tehát speciális képviselőtestületi ülésünknek alapvetően ugye három napirendi pontja van. Az egyik, ahogy említettem, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámoló, a másik pedig a folyamatban lévő fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztató, és hát a harmadik lenne az a napirendi pont, aminek a keretében ugye Önök is kérdéseket tehetnek fel. Én megkérem a képviselő társaimat, hogy azért ezt a három napirendet így ebben a formában fogadjuk el, illetve először megkérdezem, hogy van-e más indítvány vagy javaslat a napirendi pontokat illetően. Nincsen. Köszönöm, akkor kérem, hogy erről szavazzunk, tehát aki egyetért vele, az kéz felemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a közmeghallgatás napirendi pontjait, és így akkor azt most rá is térhetünk az egyes számú napirendi pontunkra, ami tehát a tájékoztató lesz az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról. A gazdálkodási beszámolónak az összeállításában itt szeretném megköszönni a pénzügyi iroda munkatársainak a segítségét, és hát mindenekelőtt Forgás Tamás pénzügyi iroda vezető úr kollégámnak a segítségét. Az első díj, amit ezzel kapcsolatban szeretnék bemutatni, és hát nem tudom, hogy mennyire látszik, talán még az első sorokból, vagy egy kicsit jobb szemmel, ami már nekem sincsen feltétlenül, jobban látszik. Tehát itt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének az időarányos teljesülését próbáltuk, vagy próbáljuk bemutatni. Ez az időarányos teljesítés, ez az első fél évre vonatkozik. Ugye ott is szerepel a dátum, tehát a 6.30-ig teljesült, az eredeti költségvetési tervhez képest teljesült bevételek és kiadások szerepelnek ebben a táblázatban, és ahogy ugye jelezzük, ugye ez forintban értendők ezek az összegek, tehát nem 1000 forintban. Ugye összességében azt lehet mondani, hogyha ránézünk a táblázatra, meg hogy egy kicsit elkezdjük elemezni, hogy a tervezett rendszeres és szokásos költségvetési bevételek beszedése és a költségvetési kiadások teljesítése az a tervezett előirányzatoknak megfelelően történt, és az időarányos mértéknek megfelelő ezeknek a teljesülése. Magyarán, amit ugye tavaly, illetve az év elején ugye a költségvetés elfogadásakor valószínűsítettünk, hogy egyrészt be fog folyni az önkormányzat kasszájába, másrésztről pedig, hogy kiadásként jelentkezik, azok nagyjából időarányosan, tehát ez 50%-nyi mérték erejéig, ez teljesült is június 30-áig. Ugyanakkor ugye látszik, hogy
mind a bevételekben, mind pedig a kiadásokban ugye azért egy többszörös százalék szerepel, ennek pedig ugye az az oka, hogy mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében vannak úgynevezett rendkívüli körülmények, rendkívüli egyszeri és nem tervezett, vagy mondjuk a költségvetés szintjén előre nem tervezett bevételek és kiadások, amik ugye torzítják ezt az összehasonlíthatóságot. Hogy kicsit leegyszerűsítsem, és ne ilyen körülményesen fogalmazzam meg, tehát azok a bevételek és azok a kiadások, amelyekkel kapcsolatban évről évre visszatérően tervez az önkormányzat, és amik mondjuk a városnak az üzemeltetése, a közszolgáltatások biztosítása szempontjából fontosak, azok időarányosan jól teljesültek, de ehhez képest ugye több olyan a költségvetést, hát idézőjebben torzító bevétel és kiadás jelentkezett, amivel az eredeti költségvetés tervezésekor még biztosan nem számolhatunk, de ezek általában jó hírek, tehát ez pozitív irányban változtatják szinte kivétel nélkül a költségvetésünket. Ugye ezen következő összefoglalón látszik is, hiszen ugye volt egy jelentős ingatlan értékesítésből származó bevétele a Monori önkormányzatnak, ugye egy francia multinacionális cégnek, egy nagy gyógyszeripari cégnek értékesítettük az úgynevezett pedagógus földet, egy 44 hektárnyi területet, erről majd egy diát fogok mutatni. Ugye itt több mint 1 milliárd forintos bevételre tett szert az önkormányzatunk, tehát 1 milliárd 97-98 millió forint az, ami beérkezett. Értelemszerűen ezt ugye eredetiben, ahogy szokták mondani a pénzügyesek, még nem terveztük be a költségvetésünkbe. És hát ugye a többletbevételként jelenik meg a költségvetésünkben, a költségvetésünknek az első féléves időarányos teljesítésében, vagy teljesülésében azok a bevételek, amelyek valamely elnyert, időközben elnyert pályázatból származó jóváírások, és itt ugye három ilyen pályázat is szerepel, ez a harmadik, a második, harmadik, illetve a negyedik pontban, ugye a belterületi utak szilárd burkolattal történő építésének, felújításának, korszerűsítésének a támogatása című pályázaton ugye nyert az önkormányzat, ugye ez a Balassi utca felújítására lett ugye betervezve, az ebből a pályázatból származó bevétel szerepel, ugye többletbevételként a költségvetésünkbe, de értelemszerűen ezt utána a kötelezettség oldalon is meg kellett jeleníteni. Ugye nyertünk a csapadék vízelvezetéses pályázaton is, ott ugye mintegy 120 millió forint volt a támogatási összeg, ugye ez is megérkezett, illetve az önkormányzat nyert a Pest megyei óvoda fejlesztési pályázaton is, tehát ebből tudunk a Bajcsi-Zsilinszky úton egy vadonatúj óvodát építeni, és ez a bevétel is, illetve ennek a bevételnek egy arányos része az előleg az, ami már megjelent a költségvetésünkben. Tehát azt gondolom, hogy ez mind ugye pozitív irányba módosítja mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszegeket. Mindig ezt szoktam mondani a közmeghallgatások alkalmából, és aztán én egy nagyon fontos adatsornak tartom, hogy az adott évben hogy alakulnak az úgynevezett közhatalmi bevételeink, magyarán szorva az adóbevételeink. Ugye az előbb említettem azokat a bevételeket, amik valamilyen egyedi támogatás útján, vagy mondjuk pályázat keretében szerez meg, vagy nyer el az önkormányzatunk, de azt gondolom, hogy ennél, tehát legalább ilyen fontosak, ha nem fontosabbak, ugye azok a bevételek, amik az önkormányzatnak a saját bevételei. És ugye ez az önkormányzat, ugye amikor 14-ben is megalakult, akkor ugye a gazdasági programjában is rögzítette azt, hogy célja az, hogy a saját bevételeit azt növelje, célja az, hogy az adóbevételeit azt növelje. Hát az adóbevételeket ugye úgy lehet növelni, hogy ha egyrészt erősödik a gazdaság, a helyben dolgozó, működő cégeknek jobban megy, ha nagyobb a bevételük, illetve hát nagyobb a hasznuk, illetve tehát több adót fizetnek be az önkormányzatnak, másrésztről pedig lehet új gazdasági szereplőknek az ide csábításával és az ide csalogatásával. Ugye szerencsére ugye azt mondhatjuk, ugye erről is majd külön szeretnék beszélni, hogy azért mind a kettőben elég jól állunk, tehát ugye a gazdaságnak az általános élénkülése, az bizony a Monori adóbevételeken is tetten érhető és megfigyelhető. Az, hogy jobban megy a
cégeknek, az a monori adóbevételekben is látható, hiszen most már azért évek óta, ha egy viszonylag kis mértékben, de azért stabilan emelkednek az adóbevételeink. Ugye azok között is azért talán a legfontosabb, vagy a legnagyobb részt jelentő ugye helyi iparűzési adó. Ugye ebből ezen a táblázaton nagyjából ez látszik, és hát az is, hogy a helyi iparűzési adónak ugye megint csak fél éves adatokról beszélünk, tehát a értelemszerűen az év végén még nem tudjuk, hogy pontosan mennyi adó fog befolyni, de fél évig, tehát 6.30-ig az ez évre tervezett adóbevételeinknél egy több mint 4%-kal több folyt be helyi iparűzési adó címén. Ez azt jelenti, hogy akár azzal is kalkulálhatunk, hogy ha minden jól megy és van egy kis szerencsénk, akkor mondjuk év végéig összesen egy ilyen 8% többlet lesz ezen az adónemen. Mi azt gondolom, hogy azért nem egy elhanyagolható tétel, tehát azért egy közel 10%-os emelkedés úgy, hogy azért a korábbi években is egy folyamatos emelkedés volt ebben az adónemben is megfigyelhető. Ez még nem jelenti azt, hogy sok adóbevitele van a monori önkormányzatnak, ugye ezt is el szoktam mindig mondani, hogy sajnos ugye más, akár hasonló méretű településekkel összehasonlítva nem kell Vecsésig elég mondjuk Üllőig vagy Gyálig elmenni, tehát jelentősen kisebb az adóbevételünk, gyakorlatilag szinte minden adónembe, de azt gondolom, hogy ezen kell dolgoznunk, hogy ezt folyamatosan növelni tudjuk, hiszen azért azt gondolom, hogy a jövőben a fejlesztéseknek és ennek a fajta gazdasági önállóságnak az alapja, hogy az a település ez valóban meg tudjon állni a saját lábán, és ugye ne csak mondjuk egyedi pályázatokból, vagy egyedi támogatásokból tudjon fejleszteni. Tehát ennek az lehet, én azt gondolom, szinte kizárólag az áloga, hogy ha van egy erős helyi gazdaság, és ha van egy helyi erős ipar és kereskedelem, amelyik megfelelő mennyiségű adókat is befizet. És ugye ezeket az adatokat ugye úgy kell érteni, hogy a monori önkormányzat, ugye a képviselő társaimmal itt szándékegységben most már a negyedik éve biztosan nem emeli az adóknak a mértékét, tehát egyik adónemben sem emeltünk az elmúlt években, tehát ez a növekvés, ez nem, vagy emelkedés, ez nem annak köszönhető, hogy az adók mértéke növekedett volna. A gépjármű adó az külön öröm, ugye ezt a Forgács Tamásra pénzügyi irodavezetőnkkel értékeltük, hiszen itt például arra számítottunk, hogy annak a többek között egyrészt annak a nagy adózónak az elköltözésével, most itt egymás között veszünk, mondhatom, hogy a Karzol sajnos ugye nem Monoron bővítette a telephelyét, hanem ugye elköltöztek Ecserre, de itt mindenképpen arra számítottunk, hogy emiatt, és egyébként ő volt a legnagyobb adózónk, tehát ő két adónemben is a helyi iparűzési adóban és a gépjármű adóban is ő volt a legnagyobb adózó. Arra számítottunk, hogy itt vissza fognak esni az adóbevételek, de szerencsére a gépjármű adóban ez nem látszik, pedig ugye a fuvarozóknak ugye hagyományosan most már van egy olyan kedvezménye, hogy gyakorlatilag ugye az útdíjat azt leírhatják az adóbevételekből, és értelemszerűen ezt érvényesíteni is szokták a helyi adóban. És akkor és ez a gazdálkodási beszámolónak az utolsó, vagy gazdálkodási beszámolókkal kapcsolatos utolsó díja, ugye ezzel szeretnék beszámolni önöknek, az önkormányzatnak az idei tartalékairól, hogy ugye hogy állunk, megint csak fél évben, tehát ezek fél éves adatsorok, itt a költségvetésnek a különböző soraiban szerepeltetett tartalékok kerültek kimutatásra. Abból a szempontból ugye egy kicsit csalók a táblázat, hogy azért a monori önkormányzat az elmúlt időszakban ugye ezen tartalékoknak a terhére azért már több kisebb-nagyobb beruházásra fedezetet vállalt, vagy előzetes egyeztetések alapján hát egyfajta ilyen szándékegység van kialakulóban, hogy mondjuk ezen tartalékoknak a terhére valósítunk meg, vagy finanszírozunk valamilyen beruházást. Csak most két dolgot mondjuk, ugye
fogok beszélni röviden a már elnyert és folyamatban lévő óvodai beruházásról, de van egy előkészítés alatt álló beruházásunk egy új bölcsödének a megépítésére. Ugye azt most tudjuk, hogy ezt abból a forrásból, ami rendelkezésre áll nagy valószínűséggel, egyiket se fogjuk tudni megvalósítani, magyarán mind a kettő esetében egy viszonylag jelentős részt kell a Monori önkormányzatnak biztosítani. Többek között ugye ezek, illetve hát ezek a tartalékok lehetnek azok, amik a fedezetet biztosítják az önkormányzatunknak erre a két beruházásra is, meg hát számtalan egyéb beruházásra, amit vagy már megkezdtünk, vagy mondjuk tervezési fázisban vannak, de mindenképpen hát mondjuk szeretnénk, hogyha meg tudnánk valósítani. És akkor még egy mondat itt az első napirendi pontnak a végére, és ami megint csak el szoktam mondani, és hát szerencsére elmondhatok most már minden évben itt önöknek, hogy egyrészt stabilan gazdálkodik a Monori önkormányzat, és ugye ennek a jele az is, hogy az önkormányzatunk most már évek óta nem szorul rá hitel felvételére. Hitelkeretünk az van, tehát ezt a számlavezető pénzintézetünkkel, ugye az OTP-vel ugye minden évben megújítjuk, tehát van egy úgynevezett munkabér hitelkeretünk, meg van egy folyószámla hitelkeretünk. Ez egyfajta biztonságot nyújthat a Monori önkormányzatnak, de szerencsére ehhez évek óta nem kellett hozzá nyúlnunk, tehát az önkormányzat úgy gazdálkodik. Nyilván köszönhetően természetesen mondjuk a kormányzatnak az adósságmentesítő intézkedéseinek is, hogy ugye évekkel, néhány évvel ezelőtt azért a Monori önkormányzatot is egy jelentős adósságtehertől mentette meg, de az a jó hírünk itt, hogy ez a fajta mondjuk szabad gazdálkodás, amikor ugye addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér, ez a mai napig jellemzi a Monori önkormányzatot, mert hitel felvételével nem kellett számolunk, és egyébként nem számolunk a jövőre vonatkoztatva sem. És akkor most a pénzügyi, illetve az önkormányzatnak a gazdálkodásával kapcsolatos beszámolója után én rá is térnék a 2018. évben megvalósult fejlesztésekkel kapcsolatos beszámolóra, azzal kiegészítve, hogy amikor a kollégáimmal, és akkor ennek a prezentációnak az összeállításában meg szeretném megköszönni a Kerepesz Kildikó kolléganőmnek a segítségét. Tehát amikor a kollégáimmal egyeztettünk, és a műszaki irodával egyeztettem, akinek a vezetője az Ildikó, ugye akkor abban maradtunk, hogy nem a naptári évet fogjuk bemutatni, tehát nem a 2018-ban megvalósult fejlesztéseket, mert hogy ugye tavaly valamikor októberben, szerintem pont majdnem ugyanezen a napon, szerintem a 16-án volt a közmeghallgatás, tehát én azt gondolom, hogy ez talán úgy korrekt, vagy úgy helyes, hogyha a tavalyi közmeghallgatás óta eltelt időszakban megvalósított, vagy tervbe vett fejlesztésekről fogok beszélni, tehát ezeket gyűjtöttünk össze itt, hát nem is olyan kevés diában. Azt gondolom, hogy ugye sportcsarnokotról nagyjából mindenki hallott. Ugye az idei évben tudtuk átadni, ugye februárban volt ennek az ünnepélyes átadása, és hát ugye azóta ugye használatba is került. Ugye ennek megfelelően az első garanciális problémák azok már elő is jöttek az épülettel kapcsolatban. Tehát ha valaki most a sportcsarnok felé jár, és azt látja, hogy ott a sportcsarnok körül, elsősorban ott a járdán, bőszen dolgozik egyébként általunk visszahívott kivitelező, az azért van, mert vannak garanciális hibák a sportcsarnokkal kapcsolatban, de ezeket föl fogjuk tárni, és el fogjuk természetesen hárítani, úgyhogy ez a Monori önkormányzatnak egyébként ne kerüljön többlet forrásába, hiszen ugye mi egy első osztályú épületet rendeltünk, első osztályú anyagokból, első osztályú minőségben kivitelezve, tehát ennek ilyennek kell lennie, és ugye ezeket a garanciális problémákat nagyon bízunk benne, hogy rövid időn belül ki is fogja a kivitelező javítani. Ugye ennek a beruházásnak az örvén, vagy kicsit ezzel összekapcsolva tudtuk megépíteni a Balassi Bálint utcát, ami egyébként a sportcsarnok
kapcsolatos támogatási szerződéstől egy jogilag egy teljesen független támogatásból valósult meg. Ugye ez a Klapka és a Lőcsei utcák között tudtuk egy Pest megyei forrásnak köszönhetően felújítani ezt az utcát. Ugye közel 70 millió forint támogatást nyertünk ezre. Ugye elsőre soknak tűnik ez az összeg, de hát ugye azt talán sokan tudják, mondjuk akik arra is járnak, hogy ugye nem csak maga az aszfalt szőnyeg épült meg ebből az összegből, hanem ugye a járdát is ebből tudtuk megvalósítani, a közvilágítást is ebből a támogatásból építettük ki, vagy valósítottuk meg, tehát ugye összességében azért több tételből állt össze ez a beruházás is. És akkor maradnék is az útépítéseknél, mert azért visszatérően sok egyébként jogos kritikát kapunk, azt gondolom, hogy a monori utaknak az állapotával kapcsolatban. Nagyon bízom benne, hogy lassan azért önök is találkoznak azzal, hogy a monori önkormányzat elkezdte a rossz állapotú utaknak a felújítását, hiszen azért több ilyen útfelújítás indult az elmúlt időszakban, a közelmúltban. Az egyik ilyen, amit éppen ugye műszakilag át is adott már a kivitelező, az a Móri Zsigmond utca, Pilisi utca volt. Ez ugye a Kistói utca és a Katona József utca között újítottuk fel ugye ezt a teljes, vagy majdnem teljes útszakasz, mert ugye a Katona József utcán túlra már nem terjedt ki ez a munka. Én azt gondolom, hogy ez egy, én nem vagyok szakember, de ezért egy szemre tetszetős, jó minőségű út lett, ami, és tényleg arra törekedtünk, és a műszaki tartalmat is ugye úgy határoztuk meg, hogy ez egy tartós út legyen, tehát ez nem egy egyszerű aszfalt szőnyegezés volt, itt azért előtte rendesen ugye föl lett marva a korábbi kopóréteg, illetve, ami nagyon fontos, hogy egy külön süllyesztett szegélyt kapott az út, ami azt gondolom, hogy azt fogja majd tudni biztosítani. Egyébként más hasonló utakhoz hasonlóan, hogy tényleg tartós lehet majd ez az út. Ugye ezt a felújítást a Puhitárnok Kft. Végezte, és hát több mint 25 millió forintba került, 25,6 millió forintot fizettünk érte, illetve fizetünk érte a cégnek. Ugye ehhez kapcsolódóan csak egy információ, hogy a Móri Zsigmond útnak a vasút felé vezető további szakaszát, tehát a Kistói út és a Mátyás Király út közötti szakaszát, az pedig ugye a Pest megyei közútkezelő, aki egyébként az útnak a kezelője, újította föl még ugye a nyár folyamán. És akkor van még egy szakasz, hogyha ugye a Móri Zsigmond utca teljes szakaszát nézzük, gyakorlatilag ez a legforgalmasabb és egyben a leghosszabb szakasz, ez a vasútállomás és a Zady Endre út közötti szakasz. Na, ennek a felújítása az, ami ma, illetve most a napokban elkezdődött, tehát hamarosan azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a Móri Zsigmond útnak a teljes szakasza és még a folytatása, tehát a Pilisi út is egy teljesen új burkolatot kapott, és hát ugye nem csak burkolatról van szó, tehát itt a buszöblöknek a megfelelő minőségbe való kialakítása is egy fontos eleme ennek a projektnek. Ugye itt komoly autóbuszforgalom van, tehát egy speciális megerősített, úgynevezett ilyen bazaltbeton teherhordó réteg kerül a buszöblökbe, és hát természetesen ugye itt is a csatorna fedelek, meg a közmű fedeleknek a színbehozása is meg kell, hogy történjen, és ez a szakasz is egyébként, amit itt az önkormányzat fog majd a buszfordulót és a buszfordulótól az Ady Endre útig a teljes szakasz megépíteni, ez is a teljes szakasz az süllyesztett szegélyt fog kapni, ami azt gondolom még egyszer, hogy nem csak esztétikus, de az útnak a tartóságát is tudja garantálni. És akkor ezzel ugye rá is tértem a másik pontra. Ugye a Móri Zsigmond útnak ezt az említett felújítását a Hedo Kft. Végzi, mert elkezdték a munkát, és ez több mint 60 millió forintba kerül az önkormányzatnak. Erre a fejlesztésre egyébként felhasználtuk azt az egyedi támogatást, amit a belügyminisztériumtól kaptunk államtitkár úrnak a közbejárására, és amely összeget egyébként évvégéig nekünk ugye fel is kell tudnunk használni, és el is kell tudnunk költeni.
Még az útépítéseknél maradva, ugye megkezdődött az Iparutcának is a felújítása. Ugye itt egyrészt ez egy régi adósság, ugye különösen az Erzsébet királyné úttól, mondjuk a volt Füszért felé eső szakasz, ami azt gondolom, hogy nagyon rossz állapotú, de hát a másik se sokkal jobb. Tehát az utat egyébként is szerettük volna felújítani, hát az tény, hogy egy lökést adott ennek, hogy ugye sikerült egy koreai nagy céget, egy beruházót ugye letelepíteni ide Monorra, és azért a velük folytatott tárgyalások során az önkormányzatunk bevállalta, vagy ígéretet tett arra, hogy ezt az Iparutcát hát rendbe rakja, vagy gatyába rázza, tehát hogy felújítja itt is a pálya szerkezetet. Ugye ezt egy monori vállalkozó nyerte azt a pályázatot, amin az útnak a felújítását végző céget kiválasztottuk, és itt több mint 31 millió forintot fogunk költeni ennek az útszakasznak a felújítására. Ez a munka egyébként azért halad lassan, ki arra jár, az biztos tapasztalja, mert ugye folyamatos egyeztetésben vagyunk a koreai céggel, és mivel ő, hála Istennek, gyakorlatilag hónapról hónapra módosítja az üzleti terveit, és egyre növeli a tervezett kapacitását, meg az itt gyártott eszközöknek a volumenét, illetve a típusát is, ezért állandó komoly kamion forgalom jelent meg most az Ipar utcán, ennek a cégnek az érdekében. Magyarán folyamatosan hordják a Sinheung Kft.-hez a különböző gyártósorokat, meg présgépeket. És hát ugye ezt össze kell tudnunk hangolni valahogy az utcának a felújításával, tehát nyilván nem lenne szerencsés, hogyha akkor jelenne meg 19 kamion, ami volt most körülbelül egy két héttel ezelőtt is, amikor éppen mondjuk az aszfaltozását szeretné az útnak a vállalkozó elvégezni. Tehát itt egy picit csúsztatnánk a határidőn, egyébként erről a képviselőtestület most majd csütörtökön fog tárgyalni, hogy a határidőt módosítsuk a kivitelezővel, annak érdekében, hogy a cég is, már ugye ez a koreai cég is időbe be tudja hordani, vagy be tudja szállítatni ezeket a gépsorokat. Az Acsádi utca felújítását ugyancsak előkészítettük, tehát erre elkészítettük a műszaki tartalmat. Nem a teljes útról van szó, ez a Lilium fölötti szakaszról, tehát ez a Lilium fölötti szakaszt fogja jelenteni, mert azt gondolom, hogy talán azért a legrosszabb állapotban van, és a leginkább megérett arra, hogy az önkormányzat felújítsa. Ez egy 425 méteres szakasz egyébként, és ez szintén egy pályázati lehetőségnek köszönhetően fogjuk tudni felújítani. 85%-os a támogatási intenzitás, tehát ennyi ilyen arányú támogatást kaptunk rá. A teljes projektköltség az több mint 35 millió forint, ebből 30 millió forintot nyertünk el a pályázaton, és hát valamivel több mint 5 millió forintot önerőt vállaltunk ennek az útnak a felújítására. Ez a támogatási összeg is egyébként megérkezett az önkormányzatnak a megfelelő számlájára. És akkor az utakról még nem teljesen letérve, de ugye maradva a közterületen, most akkor a járdákról szeretnék néhány mondatot mondani. Ugye a képviselőtestület 4 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy belefog egy több éves járda programba, ennek a keretében pedig minden évben hát 10 milliós, vagy inkább több 10 millió forintos forrást biztosít arra, hogy a rossz állapotú járdákat Monor város önkormányzatának a területén elkezdjük felújítani. A program, én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján legalábbis azért találkozott a lakosságnak a szimpátiájával, vagy a támogatásával. Természetesen, és ezt ugye mindig el szoktuk mondani, azért egy-két év alatt nem lehet csodát tenni, főleg úgy, hogy azért a városban azért nagyon sok járda hiányzik, illetve a meglévő járdák is azért többségükben rossz állapotban vannak. Azért értelemszerűen, hogy minden évben valamilyen prioritási lista alapján kell haladnunk. Ugye azt, hogy milyen járda szakaszokat újítunk föl egy adott évben, az alapvetően ugye az határozza meg, hogy a lakosság részéről ugye milyen kérelmek, igények érkeznek, de azért
ugye a képviselőtestület, egyrészt képviselőtársai, meg hát a műszaki iroda is azért ismeri annyira Monort, hogy azért nagyjából tudjuk, hogy hol vannak tényleg rossz járdák, meg hát azért ebben a priorizálásban a járda állapotán túl nyilván az is egy fontos szempont, hogy azért mennyire van használatban az a járda, hogy rá mennyire forgalmas, tehát mekkora gyalogos forgalom rajta. Tehát aztán nagyjából ezen szempontok alapján tudunk összeállítani egy olyan, hát egy ilyen bírálati szempontrendszert, hogy az adott évben ugye mely járta szakaszokat szerepeltessünk a felújítási programba. Ugye az idén több mint 28 millió forintot költünk a járdáknak a felújítására. Egyébként ez a munka nem ért véget, ezt a kivitelező elkezdte, megkezdte. Aztán a munkával hát jelentősen megcsúszott, mert egy viszonylag fontos, ehhez szükséges gépe az meghibásodott, úgyhogy itt most éppen a kollégák egyeztettek vele, nagy valószínűséggel ugye ködbért kell alkalmaznunk a egyébként szintén Monori kivitelezővel szemben, mert hát ugye ő nem tudta alapos okkal kimenteni magát ebből a csúszásból. Ugye az idejében majdnem 3000 négyzetméternyi járdát építünk tehát, hogyha befejezi majd a kivitelező, ugye itt szerepelnek azok az útszakaszok, ahol ez a járdaépítés meg fog történni, hiszen hát ha jól emlékszem, talán még a negyedével sem végzett a kivitelező az idejében, és azért ide beraktam egy táblázatot arról, hogy az elmúlt 4 évben az önkormányzat összesen mekkora felületű járdát épített, illetve hogy ezek mennyibe kerültek, és akkor itt éves bontásban láthatják ezt az összesítést, tehát ugye azt jelenti, hogy az idei évet is beleszámolom, akkor több mint 11.580 négyzetméternyi járdát épített a Monori önkormányzat, és ez több mint 91 millió forintba került, tehát ennyit fordítottunk 4 év alatt a járdáknak a helyreállítására, felújítására, illetve nagyon sok helyen a megépítésére, ahol ugye egyáltalán nem voltak járdák. Természetesen az ugye továbbra is igaz, hogy azért az ingatlan előtti közterületről azért főszabály szerint mégiscsak az ingatlan tulajdonosnak kellene gondoskodnia, tehát azt örömmel vesszük, hogyha ha valaki képes és kész rá, hogy maga építse meg a járdáját, akkor ezt megfelelő műszaki tartalommal megteszi. De azt is tudomásuk kell vennünk, hogy bizony vannak olyanok, akik vagy az egészségű állapotuk, vagy a koruk miatt erre egyszerűen nem képesek. Nyilván ezekben az esetekben is próbálunk akkor segíteni. Ugye ez már a tavalyi prezentációmban, illetve beszámolomban is szerepelt, de azért vettem újra elő, mert ugye az idejében tudtuk végre befejezni az ebráknak a kiépítését. Ugye erre majdnem, hát több mint 19 millió forintot költöttünk, és ugye 4 helyen tudtunk új gyalogátkelő helyet kijelölni, hogyha járnak a városban, akkor nyilván mindannyian találkoztak ezekkel az új gyalogátkelő helyekkel. Itt is szeretném azt elmondani, hogy ezzel terveink szerint azért nem ért véget a gyalogátkelő helyeknek a kijelölése, tehát tudjuk, hogy van több olyan forgalmi szituáció, illetve több olyan közterület, olyan útszakasz, ahol szükség lenne járdaépítésre, de azt is tudjuk, és erről is sokszor volt már szó, hogy itt ezeknél a helyszíneknél, és hát ugye visszatérően ugye a Móricz Zsigmond útnak a vasútállomásnál lévő szakaszát, ott a Gera kertnél a sétánynak az átvezetését tudnám említeni. Ugye itt hát a szabványokkal, tehát a műszaki szabványokkal gyűlt meg a bajunk, tehát ugye a korábbi időszakban egyszerűen ugye műszaki lehetőség nem volt, vagy nem nyílt arra, hogy itt ténylegesen kijelöljük, illetve megterveztessük a járdát. Van egy áthidaló megoldásunk, ez pedig ugye az lenne, de erről is van egy külön dia, hogy egy ilyen speciális, hát ha úgy tetszik, egy ilyen járda helyettesítő, ilyen figyelemfelhívó felfestést, illetve ilyen prizmákat fogunk elhelyezni a Móricz Zsigmond útnak a felújításával kapcsolatban, illetve azzal a beruházással együtt itt az úttestbe, és bízunk benne, hogy ez
hát majdnem úgy fog majd funkcionálni, mint hogyha ott egy, vagy még adott esetben még jobban is, mint hogyha ténylegesen egy gyalog átkelő helyet jelöltünk volna ki. És akkor itt is van az a díja, amit említettem, tehát ugye volt több a forgalom szabályozási döntése az önkormányzatnak, ugye ezt a képviselőtestület átruházott hatáskörben a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházta, hogy ilyen forgalom szabályozási kérdésekben döntsön. A bizottság egyébként rendszeresen foglalkozik nagyrészt azért a lakosságtól érkező a monori közlekedést, vagy a monori forgalmat érintő problémákkal, javaslatokkal, vagy észrevételekkel. Például ugye az egyik ilyen neuralgikus pont az ugye a Mátyás Király útnak és a Virág utcának a kereszteződése, ahol azért nagyon sok baleset volt. Itt találtuk ki, illetve találta ki a bizottság azt, hogy egy ilyen forgalomlassító párnát kellene elhelyezni. Hát jelenleg ennek a tapasztalatait értékeljük. Nekem a személyes tapasztalatom, hogy azért minthogyha azóta jobb lenne a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb baleset történt, mióta ez a forgalom lassító párna ott van, és örülök, hogy többen bólogatnak, mert valamit tenni kellett, és igazából ugye az már úgy, hogy tehát az eszköz, hogy ugye a stop tábla köré ezt a egészen rikító színű sárga kis ilyen keretet terveztek, illetve hogy egy ilyen stop táblát raktak föl, ami ezzel volt ellátva, ugye az önmagában úgy tűnt, hogy kevés, tehát hogy valami látványosabb dolog kell. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez bevált, tehát, és ugye ez azért jó, mert ez egy gumipárna, tehát ez azért kevésbé rongálja a gépkocsiknak a felfüggesztését, illetve a futóművét. Tehát ha ez beválik, akkor nyilvánvalóan más helyeken is ezt be lehet vetni, és lehet használni. Ugye egyirányúsította a bizottság a Krúdi utcát a Kossuth óvoda előtti szakaszon, és ezzel együtt természetesen ugye a Vörösmarty utcát is. Hozzám nem érkezett negatív visszhang, vagy negatív visszajelzés ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, tehát én bízom benne, hogy ez végül is találkozott az arra közlekedőknek az elképzelésével is. És hát ahogy említettem, ugye itt a Móricz Zsigmond utcának a Gera kert előtti szakaszán, tehát a vasútállomáshoz átvezető, hát az mondjuk a gyalogösvénynek a meghosszabbításában, ahol a legtöbb gyalogos közlekedik, ott ki fogunk próbálni egy ilyen kvázi gyalogos átkelőt is. És próbálunk fejlődni a korral, ugye ennek a jeleként megpályáztunk egy elektromos, illetve pontosabban kétszer két darab elektromos töltőállomást a akkor még Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, és ugye ezt a pályázatot meg is nyertük, 4.952.000 forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk, ebből, ahogy említettem, ugye két helyen kettő darab elektromos töltőállomást, illetve ilyen töltőfejet tudtunk kiépíteni, létesíteni. A megkötése az volt az önkormányzatnak, hogy saját forrást ehhez nem kíván biztosítani. Én nagyon jól tudom, hogy azért ambivalens érzéseket kelt ez a fajta beruházás. Azért én is hát bizonytalan voltam, megmondom őszintén, amikor ezt erről kellett szavazni. Sok szempontból egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy miért mondjuk ilyen 15, 20, 25, 30 millió forintos autó tulajdonosainak biztosítunk ingyen parkolóhelyet a városban, és még töltési lehetőséget, amikor amúgy is nagyon nehéz sokszor közlekedni, meg főleg parkolni a belvárosban. De én azt gondolom, hogy itt egy másik szempont volt akkor, amikor az önkormányzat végül is úgy döntött, hogy mégis elindul a pályázaton, ez pedig az volt, hogy azért mégiscsak haladni kell a korral, és inkább egy ilyen gesztus értéke van ennek, hogy ez is elérhetővé válik, és hát ugye a környezetszennyező belső égési motorokkal szemben az önkormányzat is elkötelezett a környezetvédelme iránt, illetve az iránt, hogy a környezet, tehát kevésbé szennyező gépkocsik, illetve járművek, azok minél előbb a városukban is el tudjanak terjedni.
Készítettem egy diát, itt Lé István kollégámnak a segítségével, amiben összefoglaltuk azt, hogy az idei évben milyen közvilágítási hálózatbővítési munkákat rendeltünk meg az illetékes áramszolgáltatótól. Visszatérő probléma a lakosság részéről, hogy ugye a településnek bizonyos részein, bizonyos közterületeken, utcákban ugye nem megfelelő a jelenlegi közvilágítás sem, ami ugye alapvetően azért a mellékutakban ilyen kompakt fénycsöves. Ugye ez annak is köszönhető, hogy azért a legtöbb mellékutcában azért minden második oszlopon van ilyen kompakt fénycsöves közvilágítási lámpatest, de van, ahol még minden másodikon sem. Na hát ez a hálózat bővítés az elsősorban azokra a helyszínekre irányul, ahol mondjuk egyáltalán nincsen, vagy nagyon gyér a közvilágítás. Ugye az idei évben ugye 11 lámpatestet szereltettünk fel a szolgáltatóval, és itt a diának a legalján, ott viszont van egy olyan összesítés, nem tudom, hogy ez mennyire, de talán ott is látszik. Ezt itt pedig azt szedtem össze, hogy ez az önkormányzat, tehát mondjuk a 2014-ben megalakult képviselő testület összesen hány helyen, illetve hány alkalommal rendelt meg közvilágítási hálózatbővítést, és ugye ebből az látszik, hogy összesen 66 új lámpatestet rendeltük meg a szolgáltatótól, és most a képviselőtest, illetve hát a közmeghallgatásnak az idejéig ebből 56-ot föl is szerelt a szolgáltató, ami nagy dolog, ennek nagyon örülünk, mert csak egy mondjuk két számra szeretném fölhívni a figyelmüket. Ugye ez a fönti táblázat, ez tartalmazza azt annak a határozatnak a számát is, amiben az önkormányzat eldöntötte, hogy valahol megrendeli a közvilágítási hálózat bővítését. Ugye a határozat azért jó, mert ugye látszik a dátum belőle, hogy mikor hozta az önkormányzat. Tehát ha megnézik ezt az utolsó oszlopot, akkor annak a mondjuk a felső két határozat, az 2015-ös. Tehát 2015. december 10-én hozta meg a képviselőtestület. Ugye ehhez képest az előtte lévő táblázatban látszik, hogy mikor jelentette készre a szolgáltató, és ott látszik, hogy mondjuk 2015. decemberben megrendelt közvilágítási hálózat bővítést, az 2018. 6-án jelentett készre a szolgáltató, tehát itt gyakorlatilag egy bő 2,5 éves átfutási idővel tudtunk számolni, tehát a megrendeléshez képest az áramszolgáltató 2,5 év múlva helyezte ki azt az adott közvilágítási lámpatestet. Ezek teljesen pontos adatok, úgyhogy sajnos ez ilyen lassan működik. Nem akarom védeni a szolgáltatót, ugye ő a szabványra, meg az engedélyezési eljárásnak a lassúságára hivatkozik. Én azt gondolom, hogy ennél mindenképpen lehetett volna, vagy lehetne gyorsabban is hálózatot bővíteni, ha már a önkormányzat, mint a szolgáltatás ellátásának a kötelezettje, és egyben a biztosítója megrendeli, és a fedezetet is biztosítja a hálózatnak a bővítéséhez. Most rátérnék egy picit az intézményekkel kapcsolatos elmúlt éves munkákra. Ugye a több ütemben zajlott a Kossuth Lajos óvodának a részleges felújítása, ugye azért kellett nyilván több ütemben megvalósítani, mert ugye akkor, amikor a nevelési év elkezdődik, és ugye benn vannak a gyerekek, akkor azért nehezen lehetett volna bizonyos munkákat elvégezni. Közel 30 millió forintot költöttünk a Kossuth óvodára, és ennek a fedezete pedig egy belügyminisztériumtól elnyert egyedi támogatás volt. Nagyon a részletekben nem mennék be, vizes blokkot újítottunk föl, nyilászárót cseréltünk ott, ahol még nem volt, és még a régi fanyilászárók voltak. A csoportszobáknak a padlóját cseréltük, kiújítottuk föl, illetve a fűtési rendszernek a felújítása is megtörtént, és a régi, több mint 16 éves kazánokat is le tudtuk cserélni. Termofejeket cseréltünk a csoportszobákba, és volt egy viszonylag jelentős villanyszerelési munka is, ahol gyakorlatilag minden lámpatestet, izzót azt le tudtunk cserélni ezre a korszerű energiatakarékos ledes fényforrásra.
Épp a múlt héten mentem be, kértem az óvoda vezetőt, hogy hadd nézzem már meg, mert előtte nem tudtam, hogy mi történt az óvodában, és akkor végigmentünk az óvodán, ott megmutatta, hogy mik voltak a felújítások. Nyilván sok még az óvodában is a tennivaló, hát ott a régi épület az valamikor a 50-es, 60-as években épült, tehát azért csodát 30 millió forintban nem lehet tenni, de én azt gondolom, hogy egy nagy lépést tettünk előre, hogy egyrészt egy korszerűbb, olcsóbban üzemeltethető, meg egy kicsit esztétikusabb épületet kapjunk. A intézményi felújításokkal kapcsolatban, anélkül, hogy részletekbe belemennék, arról szeretném tájékoztatni a tisztelt közönséget, hogy az idei évre, tehát 2018-ra a képviselőtestület 20 millió 600 ezer forintot biztosított az intézményeknek a különböző, hát kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkáknak az elvégzésére. Ez egyébként azt jelenti, hogy intézményenként nagyjából 2 millió forintot tudtunk adni. Ugye ez mindig minden évben úgy történik, ennek a felújítási keretnek a meghatározása, hogy beérkeznek az intézményektől az igények, tehát ezeket mi gyűjtjük a műszaki irodán keresztül, összeszedjük, és aztán utána, hát nyilván ezt is rangsoroljuk, meg rangsoroltatjuk az intézmény vezetőkkel, nyilván itt is minden intézmény esetében azért többszörösét el tudták volna költeni ennek az összegnek, de az idejében nagyjából intézményenként 2 millió forintot tudtunk erre biztosítani, és így jött ki ez a 20 millió 600 ezer forint, amit egyébként az önkormányzat már a költségvetésének jól emlékszem, akkor februári elfogadásakor biztosította a költségvetésében, tehát nem a, és így megfelelő, azt gondolom, megfelelő időt biztosítottunk az intézményeknek is arra, meg magunknak is, hogy felkészüljenek, például ott, ahol gyerekintézmény van, ott a nyári szabadságolások, illetve a szünet idejére, hogy ezeket a munkákat ténylegesen be tudjuk tervezni, mert ez is sokszor volt olyan, hogy ugye, amikor az önkormányzat később adta már, valamikor a tavasz vagy a nyár elején során ezt a felújítási keretet, akkor egyszerűen nem tudta megszervezni az intézmény, hogy a leállási időszakban vagy abban a kis szünetben tudja ezeket a munkákat elvégezni. Ugye vannak ilyen kisebb, de azt gondolom, hogy ilyen aranyos, vagy ilyen szívet melengető kis fejlesztések, ilyen játszótéri eszközöket tudtunk beszerezni a Gombos Matilda Egészségháznak az udvarára, illetve a bölcsödének az udvarára. Ugye ezzel próbálunk meg eleget tenni annak a kormányhivatali kötelezésnek, ami alapján ugye a bölcsödének, a játszó udvarának a méretét kellett növelnünk. Ugye ott beáldoztuk a parkolót, aki esetleg jár bölcsödébe szülőként, nagyszülőként, azt tudja, hogy ezt a murvás parkolónak a helyén alakítottuk ki ezt a kis új játszóudvart. Folyik a Petőfi utca 28 szám alatt a ingatlan, ugye ez az egykori Péterfi háznak a felújítása, aki arra jár, látja a munkát, hát sajnos a mai építőipari viszonyoknak megfelelően azért elég lassan halad a kivitelezés, de nagyon bízunk benne, hogy a módosított határidőre, ami egyébként november 20-a, a kivitelező át fogja adni az épületet az önkormányzatnak, illetve a Monori Tankerületi Központnak, hiszen ide nem mi fogunk beköltözni, ugye erről is többször beszéltünk, hanem ezt az önkormányzat ugye saját ingatlanán biztosítja a Monori Tankerületi Központnak az elhelyezését, tehát gyakorlatilag ugye szemből át fognak költözni a kollégák ebbe a, azt gondolom, hogy nagyon szépen az eredeti állapotába helyreállított épületbe, tehát ennek a beruházásnak is a befejezése az reményeink szerint az idén év végén lesz esedékes. Nyertünk egy pályázatot, egy Péteri úti szabadtéri sportparknak a kialakítására. Magát a pályázatot egyébként már korábban, hát szerintem közel 2 éve, Rajki Laci kollégámra nézek, tehát 2 éve nyertük meg, most sikerült realizálni. Ez azt jelenti, ugye, ha valaki arra járott a Péteri úti gruntpályát, amit ugye azt hiszem, hogy 4 éve építettünk, az mellett már a kivitelező elkezdte az alépítménynek a kialakítását. Ugye ez egy 150-160 négyzetméteres szabadtéri kondipark lesz. Ugye most nagyon divatosak ezek a kondiparkok, meg népszerűek, ugye nem csak a fiatalok körében, és ugye több mint 25 darab ilyen különböző erősítő vagy nyújtó eszköz lesz majd ebben a kondiparkban.
Van egy nyertes pályázatunk a külterületi utakkal kapcsolatban, amelynek a megvalósítására fordulunk rá most majd hamarosan. Ugye a képviselőtestület a most csütörtöki ülésén is foglalkozik ezzel a témával. A majdnem 80 millió forintot sikerült ezen a pályázaton az önkormányzatnak nyerni, viszont itt azért egy jelentősebb önrészt kellett hozzá vállalni, több mint 26,5 millió forintot, és ebből szeretnénk a Majori útnak egy, azt gondolom, hogy fontos szakaszát, tehát az első, tehát a József Attila úttól befelé a csatornáig vezető szakaszát felújítani. Ez egyébként aszfaltos felújítás lesz, hiszen ugye ennek a pályázatnak ugye az a lényege, vagy az a logikája, hogy azok a külterületi utak, amik szilárd burkolatúak, azok értelemszerűen a felújításkor is szilárd burkolatot kaphatnak, ahol viszont mondjuk földút van, ott nem feltétlenül megkötés az, hogy egy első osztályú aszfaltút készüljön. De a Majori út az ugye ilyen volt az első szakaszán, tehát itt a felújítás után is ilyen lesz. Ugye több vállalkozás működik ott, illetve a gazdák is használják, amikor a földekre mennek ki. A Csokonai utca külterületi szakaszát is szeretnénk jó minőségbe felújítani. Ez nagyjából egyébként a nyugati övcsatorna utáni szakasz, illetve ott még jobb oldalt ott van egy pár belterületi telek, illetve ház, de azután Péter irányába fogjuk ezt az utat felújítani. Egyébként sokan laknak ott, én elég sokat járok arra. A Bereki dűlő szintén felújításra kerül, ez a Csokonai utat és a Locsodi utcát köti össze, és hát a Locsodi útnak a teljes szakasza végre, mert ugye az egy szintén forgalmas útszakasz, sok pince van ott, meg hát azért azt is azért tudjuk, hogy azért többen életvitelszerűen azért ott tartózkodnak, magyarán ott laknak a pincékbe, vagy hétvégi házakba, présházakba. És akkor még ugye az ötödik, ez a Csanádi György útnak az aszfaltos része, ugye ez a buszállomás melletti útszakasz, és itt fontos, hogy addig, amíg aszfaltos a Csanádi út, tehát azt a szakaszt fogjuk ebből felújítani, tehát nem jelenti a teljes, mondjuk a Bakusz téri kivezető szakaszt. A örömmel tudok beszámolni arról, hogy megnyerte a Monori önkormányzata a Bajcsi óvoda építésére benyújtott pályázatát, magyarán egy új tagintézményt, egy új óvodát fogunk építeni. Ennek a kivitelezése, illetve a kivitelezésnek az előkészítése, nagyon bízunk benne, hogy már az idei évben elkezdődhet. Hát reálisan legkorábban a 2019-es nevelési évben lehet használatba venni, ha nagyon ügyesek vagyunk. Erre én még most itt nem tennék a képviselőtársaim nevébe ígéretet. Nagyon nagy szüksége van egyébként az önkormányzatnak és a városnak erre az új, egyébként három csoportos óvodára. Tele vannak az óvodáink, és hát jellemzően ugye régi kis alapterületű csoportszobákba kell nagy létszámú, 25 és 30 közötti létszámú gyermeket elhelyezni jelenleg. Én azt gondolom, ez önmagában egy nagyon örömteli és szép dolog, de értelemszerűen ugye kihívás az önkormányzatnak is, hiszen a megfelelő helyet azt biztosítanunk kell, és ezt biztosítani is szeretnénk a Monoron születendő, illetve már megszületett gyerekeknek. Látszik, hogy egyre nagyobb az igény az óvodára. Ugye én értelemben azért átalakultak a picit a családi szokások is, ugye kétkeresős modell van, látjuk, hogy az édesanyja is próbál visszamenni minél előbb a munkaerőpiacra. Szerencsére a nagyszülők azért jellemzően jó állapotban vannak, ugye nagyon sokan még dolgoznak. Csak nem is az van, mint mondjuk az én gyerekkoromban, amikor azért a nagyszülőknek szerintem egy jóval nagyobb része volt otthon, akár háztartásbeli, vagy segített a családnak. Ugye ez nem így van, nem, ez persze nem baj, meg egy örömteli dolog, de ez egy új kihívás elé állította a kisgyerekes családokat. A gyerekeknek a felügyeletéről gondoskodni kell, és ez egy sokkal nagyobb igény támaszt ma az önkormányzatokkal, tehát a gyerekintézményeknek a fenntartóival szemben. Egy ilyen, én azt gondolom, hogy szép épületet fogunk a Bajcsi-Zsilinszky útra építeni. 300 millió forintot nyertünk ezen a pályázaton.
némi, kicsi jelképesnek mondható önrészt vállaltunk, de például ez az a beruházás, aminél már az elején jeleztem, hogy már előre tudjuk, hogy ennyiből biztosan nem fogjuk tudni megvalósítani, tehát a tartalékainknak a terhére valószínűleg egy nagyobb önrészt kell tudnunk majd betervezni. Nagyon sokat beszéltünk különböző fórumokon, államtitkár úrral, térség országgyűlési képviselőjével a szakrendelőnek a felújításáról. Ugye továbbra sem önkormányzati tulajdonú és nem önkormányzati fenntartásban van a monori szakrendelő, és úgy általában a monori járóbeteg ellátás, de nyilvánvalóan a testület is érzi a felelősségét annak, hogy abban, hogy valamit tennie kell annak érdekében, hogy javítani tudjunk a szakrendelőben tapasztalható állapotokon. Most az továbbra is igaz, hogy orvost azt nem képzünk. Tehát, hogy ettől még több vagy más orvos nem lesz a monori szakrendelőben, erre nem fogunk és nem is tudunk kötelezettséget vagy felelősséget vállalni. Amit tudunk, azt megteszünk a szakrendelőért, én azt gondolom. Az önkormányzat több mint 500 milliárd forint olyan pályázati forrást kíván felhasználni az elkövetkezendő, hát azt gondolom, hogy bő egy, de inkább lehet, hogy 2 évben a szakrendelőnek a fejlesztésére, amely támogatást akár másra is fordíthattunk volna. Tehát ez a mondjuk Pest megyei önkormányzaton keresztül kapott, de valójában a kormánytól biztosított úgynevezett kompenzációs pénz, ez mehetett volna másra is. De az önkormányzat úgy döntött, hogy azért van annyira, még ha nem is ő a felelőse ennek a feladatnak, mint hogy nem is nekünk kell megszervezni, de mégis ez látjuk, hogy van annyira fontos, hogy ezzel foglalkozni kell, és több mint 500 milliárd forintra azt mondta a monori önkormányzat, hogy ezt mondjuk nem másra, mondjuk nem, inkább nem mondok semmit, mert nem jó szembeállítani különböző fontos dolgokat, tehát nem másra fordítja, hanem a szakrendelőnek a felújítására. Tehát az épület infrastruktúra az biztosan megújul, a gép és az eszközpark biztosan megújul, gyakorlatilag hát szinte teljes egészében kicserélődik, tehát korszerű berendezések, ultrahang, EKG, holter, nem értek hozzá, nem mondom tovább, csak amit én is olvasok ezekbe a listákba, tehát korszerű berendezéseket fognak beszerezni, tehát én azt gondolom, hogy eszközoldalról és infrastruktúra oldaláról biztosítva lesz az, hogy a szakrendelő az tényleg egy korszerűen felszerelt 21. századi járóbeteg ellátó intézmény lesz itt Monoron. Hogy a humán erőforrással mi lesz, ezt most nem tudom megmondani. Én nagyon bízom abban, hogyha sikerül az infrastruktúrát javítani, akkor az azért vonzó lesz majd adott esetben más, és nem csak az orvosokról beszélek, hanem más egészségügyi dolgozók számára is. Egyébként vannak pozitív példák, én is próbálok sokat itt mondjuk ebben a témában az egészségügyi vezetőkkel tárgyalni és egyeztetni, és ők azt mondják, hogy hát nyilvánvaló, hogy egy szakorvos is szívesebben megy egy olyan környezetben, ahol mondjuk felújított rendelő és vadonatúj korszerű eszköz és géppark fogadja őt. Tehát ha valamiben, akkor azt gondolom, hogy ebben talán bízhatunk majd. És hát ugye, ami fontos, hogy ugye tervezzünk a Bajcsi Kórházzal és az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, illetve az Egészséges Budapest program megvalósításában dolgozó kollégákkal ugye új szakrendeléseket is beindítani. Ugye ezek közül talán a legfontosabb az a gastroenterológia lesz. Ugye a helyi szakorvosok, illetve a házi orvosoknak az egyöntetű véleménye volt, hogy ez talán az egyik legfontosabb szakrendelés, ami hiányzik Monorról, de egyébként a mozgásszervi betegségeknek a kezelésében is lesznek új ellátástípusok Monoron. A önkormányzatunk 25 millió forint erejéig kötelezettséget vállalt arra, hogy beszállunk a József Attila gimnázium öltöző épületének a felújításába, már inkább egy új építésről beszélnék itt is. Ugye a gimnáziumnak a tornacsarnoka most már évek óta ugye úgy működik, hogy nincs zuhanyzási és nincs normális öltözési lehetőség. Ugye nem beszélve azokról a programokról, amit mondjuk a csarnokba rendeznek, nem is feltétlenül sportrendezvény, de hogy kéne valamilyen kiszolgáló helység. A monori tankerületi központtal abban egyeztünk meg, hogy megpróbáljuk felesbe finanszírozni ezt a beruházást. A terveket azt mi készítettük el, tehát a monori önkormányzat, ezt mi finanszíroztuk, azt követően ugye a terveknek
a felhasználásának a jogait azt átadtuk a Monori Tankerületi Központnak. A Tankerületi Központ ebből kiírt egy pályázatot, aminek most hát tűkön ülve várjuk az eredményét, hogy beleférünk-e majd az 50 millió forintba. Most jövő hét szerdán lesz egy egyeztetés a Monori Tankerületi Központtal, és hát majd ott tudunk meg részleteket arról, hogy ebből a 25 plusz 25 millió forintból meg tudjuk-e közösen valósítani ezt az öltöző épületet. Ha nem, akkor nyilvánvalóan valamit ki kell találnunk, mert akkor többlet forrásra lesz szükség ahhoz, hogy ez ténylegesen megvalósulhasson. Hát eredményként szerepel, inkább tájékoztatásként szeretném azt közzétenni, hogy ugye az idejében fogadtál az önkormányzatunk, és az idejében lépett hatályba a városi település szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat, amit ugye elérhetővé tettünk az internetes honlapunkon keresztül is. És ugye ez a szabályzathoz kapcsolódik a településképi arcolati kézikönyv, ami ugye alapvetően ugye azt szabályozza, inkább egy ajánlás jelleggel, hogy milyen épületeket lehet Monoron építeni. Ugye a építési engedélyezési eljárással kapcsolatban azért ugye sok lazítás történt az elmúlt időszakban, bár ezt nem mindenki éli így meg, ezt én is tudom. Tehát ugye főszabály szerint ugye a lakóépület 300 négyzetméter alatt az nem lett építési engedély köteles, egy bejelentési eljárást kell lefolytatni, de hát ugye azt is tudjuk az építetőktől, hogy sok esetben ugye nagyobb költséggel és adminisztrációval jár mondjuk az e-naplónak a vezetése, illetve az ide a megfelelő színvonalú terveknek a feltöltése. Ez nem a hatósági, tehát ez az arcolati kézikönyv, ez nem a hatósági oldaláról szól az építkezésnek, ez alapvetően, ez nem is a mérnöknek szól feltétlenül, vagy az építésznek, ez az építtetőnek, tehát hogy önöknek szól, hogyha a új beruházást terveznek, legyen az lakóépület, vagy más épület Monoron, akkor mi az, amit mi a figyelmükbe ajánlunk, mi az, ami a képviselő testület szerint a városban értékes és fontos, mik azok az építészeti értékek, amik szeretnénk, hogyha ha megmaradnának, és mik azok, amik nem csak egyrészt jellemzőek a településre, másrésztről pedig tényleg azt gondoljuk így testületileg, hogy értéket képviselnek. Folytattuk a Kistó vízminőségének a javítását. Ugye sok kritika ért minket tavaly, hogy büdös van a Kistó körül, és ez így is volt. Nem mennék bele a részletekbe, ehhez se értek. Ugye megváltozott a vízháztartása, illetve a biokémiai összetétele a Kistónak a nagy meleg, illetve az aszály és a vízszint csökkenés következtében. Be kellett avatkoznunk, ugye ezt már tavaly megtettük, és az idejében ezt folytattuk, tehát nem felejtette el az önkormányzat. Ugye ez a kémiai kezelés az idejében is folytatódott a Kistónak, ugye majdnem 1 millió forintba került, de azt gondolom, hogy talán megérte, mert én az idejében nem nagyon hallottam panaszokról, de hogyha ha voltak, akkor cáfoljanak meg, vagy jelezzék. De mindenképpen jobb volt a helyzet, mint a tavalyi évben. További eredményekről most már kicsit rövidebben. Átvette az önkormányzat az idejében végre a MÁV-tól az állomás épületnek az üzemeltetését, tehát mi vagyunk a gazdái az utasforgalmi tereknek. Ugye nem nyilvánvalóan tehát a sineket, meg annak az üzemeltetését, ugye a pályavasút igazgatóság nem fogja nekünk átadni, de ott, ahol utas jár, azokat a tereket nekünk kell karban tartani, és mi takarítjuk ezeket a tereket, küzdünk vele, dolgozzunk vele. Én azt kértem a kollégáktól, ugye itt van Takár vezérigazgató úr, a Köváltól, akinek ezt a feladatot ugye átadtuk, hogy azért a korábbi időszaknál egy érzékelhetően jobb állapotokat tartsunk fönt folyamatosan a vasútállomáson. Talán sikerült, de azért folyamatosan oda kell nyilván erre is figyelni. Azt gondolom, hogy talán sokakat érdeklő kérdés, és ez is visszatérően téma volt a Monori önkormányzatnál, hogy meg tudtunk egyezni a két helyi egyházzal arra, hogy átvesszük a református, illetve az evangélikus temetőnek az üzemeltetését. Ugye az elmúlt időszakban a katolikus egyházzal volt megállapodásunk,
Ez azt jelentette, hogy a köztemetőként az önkormányzat a katolikus temetőt üzemeltette. Tehát ez továbbra se került a tulajdonunkba, ez nem is volt cél és nem is volt szándék, tehát a katolikus temetőnek a teljes területe az egyházi, katolikus egyháznak a tulajdonában van, de mi vagyunk az üzemeltetők, ahogy értelemszerűen a mellette lévő ravatalozó épületének, ott viszont a tulajdon is a miénk. Szerettük volna ezt a megállapodást kiterjeszteni, és már az előző önkormányzatok szerették volna kiterjeszteni a református és az evangélikus temetőnek a területére. Az elmúlt időszakban ezzel nem jártunk sikerrel. Most létrejött a megállapodás, és jelenteni jobbulást. Igazat mondok, és éppen a mai napon járt bent az új evangélikus lelki pásztor, és hozta vissza az aláírt megállapodásokat, úgyhogy december 1-től, tehát most még nem, de december 1-től mi vagyunk a felelősei az összes monori temetőnek az üzemeltetésének. Nem teljesen mondok igazat, mert ugye van egy zsidó temető is, amit a tudomásom szerint a Miklós László alapítvány gondoz és tart fent. Tehát ezen temető kivételével az összes temetőt mi fogjuk üzemeltetni. Itt megint azt a feladatot szabtuk a Köválnak, aki ebben a feladatban közreműködni fog, hogy azért hát érzékelhető módon javítsunk a temetőknek az állapotán, tisztaságán, rendezettségén. És akkor egy kis hír itt a dia kapcsán, hogy a erős tanácsokon hallottak. Ez nem önkormányzati érdem, csak azt gondolom, hogy talán ide tartozónak véltem, hogy az idejében kaptak uniós védelmet a monori borok. A oltalom alatt álló eredet megjelölést kaptak, tehát ez az OM címke használatára válnak jogosultá. Ugye ez azt jelenti, hogy a bizottság jóváhagyása monor vagy monori név alatt termelt fehér, vörös és rozé borokra és az azokból készült küvékre érvényes. A bort ezentúl csak a monori borrégióhoz tartozó területek termelt szőlőből állíthatják elő. Tehát azt gondolom, ez is egy kis előrelépés a monori szőlészeti és borászati, hát egyrészt a hagyományok ápolása, másrészt pedig ennek a kultúrának a fejlesztése érdekében. Itt viccelődtünk a borászkodó képviselőtársaimmal, hogy hamarosan már arra kell figyelni, hogy majd hamisítják a monori bort, hogy ide is eljutunk. Nyert egy csapadékvízelvezetéses pályázatunk, ugye most azokról a fejlesztésekről beszélek, ahol amit már biztosan meg fogunk tudni valósítani, de még nem kezdtük el a megvalósítását. Ugye ilyen ez a csapadékvízelvezetéses pályázat, 126 millió forintot nyertünk szintén egy úgynevezett megyei kompenzációs pályázaton. Ez azért kompenzációs, mert ugye ezt a megye települései ugye arra figyelemmel kapják, hogy a Pest megye amiatt, hogy ugye most már a második uniós költségvetési ciklusban egy régiót képvisel Budapesttől, ezért elesett sok uniós fejlesztési forrástól. Erre hozott létre a kormány ennek a kompenzálásaként egy alapot. Ebből sikerült most a vízelvezetésre ugye 126 millió forintot nyerni, ami ha azért ismerik a városnak a vízelvezetési problémáit, akkor tudjuk, hogy nem egy olyan óriási nagy összeg, de talán az Adi utca, a Jókai utca, a Babics, Cucor utca és a Klapka utcának a környékének a vízelvezetését tudjuk vele javítani. Többször beszéltünk róla, illetve hát talán az országos sajtóban is bekerültünk ezzel az Okosváros projekttel, amit én azért még egy kis fenntartással kezelek, ugye főleg azért, mert éppen amikor ide készültem, ma kaptam egy e-mailt a belügyminisztériumtól, hogy ugye most készült el a kormány előterjesztés a programmal összefüggésben, tehát végleges kormánydöntés még nem született róla. Bízunk benne, hogy sikerül a kormánynak a végleges támogatását megkapni ehhez a projekthez, amivel kapcsolatban ugye most ott állunk, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányát elkészítettük, és várunk, hogy valamikor az őszi ülésszakban a kormány majd ezt meg is tárgyalja, és akkor már egy konkrét
támogatási, tehát az egyes projektelemeknek a jóváhagyása mellett konkrét támogatási összeget is reményeink szerint fog hozzá biztosítani. Ha nem, akkor nem lesz program értelemszerűen, ha lesz, akkor viszont tényleg azt szeretnénk a Belügyminisztériummal, a Lechner Tudás Központtal, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel, magyarán a NISZ ZRT-vel, mint a projektben közreműködő szervezetekkel, hogy itt monoron mutassuk be, illetve teszteljük azokat a korszerű technológiákat, amelyek valamilyen módon hozzájárulhatnak a város által is nyújtott közszolgáltatások minőségének a javításához. Most ez egy kicsit nem biztos, hogy érthető körmondat volt. A lényeg, hogy, és nem akarok ennek, erről külön lehetne tartani egy, azt gondolom, talán egy tájékoztatót magáról a projektről, sőt, ugye van annyi program pontja, hogy akár többet is megérne, de azért tehát egy kis óvatosságból nem beszéltünk róla még itt nagy nyilvánosság előtt sokat, mert én akkor szeretnék ezzel, illetve azt gondolom, hogy a képviselőtársaim előállni, hogyha biztos lesz, hogy ebben a programban részt fogunk venni. Egyébként a kamerarendszer fejlesztésétől kezdve a közvilágítási hálózat fejlesztésén át különböző ilyen közterületi okos padok, okos eszközöknek az alkalmazásáig, a gyerekétkeztetés elektronizálásán, illetve annak az elszámolásának az elektronizálásán át nagyon sokféle, én azt gondolom, hogy hasznos, és a monoriak számára is hasznos projekteleme lehet ennek a fejlesztésnek. Van egy másik gyerekintézménnyel kapcsolatos, én azt gondolom, hogy jelentős fejlesztési tervünk. Itt csak hogy helyén kezeljük ezt a programot is, nem úgy beszélek róla, mint ami biztosan megvalósul, hiszen ezt a pályázatot ugye most nyújtottuk be, ez pedig egy új bölcsőde építésére vonatkozó elképzelés. Egy olyan új bölcsődének a megépítésére, ahol ugye, ahogy a szakemberek mondják, ugye 4 csoport és 8 gondozási egység kerülne kialakításra. Nem jól mondom? Jó, tehát akkor 3 csoport és 6 gondozási egység kerülne kialakításra. Ennek a tervezett helye az a vásártér lenne, ott a Kövál telephely mellett közvetlenül néztük ki, mert ugye ez egy önkormányzati terület, tehát itt nem kell még a projekt költségéből ingatlant vásárolnunk, meg hát egyébként is abba bízunk, hogy az a terület, mint lakóterület azért előbb-utóbb azért föl fog értékelődni. Tehát ha kapunk rá támogatást, ami ugye most a reményeink szerint mintegy 400 millió forint, abban az esetben tudjuk ezt a beruházást megvalósítani. A tervek egyébként itt is elkészültek, rendelkezésünkre állnak, és nem csak az engedélyezési tervdokumentáció, hanem hamarosan a kiviteli tervek is meglesznek. Bölcsödére ugyancsak ugye nagyon szükség van, ezt nem... Azt gondolom, hogy itt, aki monoron él, lakik, meg találkozott vele, az nem kell nagyon ragozni. Ugye a jelenlegi bölcsödének a kapacitása az nagyon szűkös. Ugye még ez a bővítés felújítás eredményeképpen is, ami néhány évvel ezelőtt volt. És hát ugye az alapító okirat szerint is összesen 90 gyereket tudunk oda fölvenni. Ehhez képest pedig ugye megvizsgáltuk előzetesen, tehát gyakorlatilag majdnem dupla ennyi lenne az igény. Tehát majdnem dupla ennyi gyermeket szeretnének monori családok a bölcsödében elhelyezni. Vagyis, hogyha ezt 80 fősre tervezzük ezt az új bölcsödét, hogyha ezt megépítjük, akkor azt gondolom, hogy azért egy néhány évre azért a bölcsödei ellátás is azért biztosan biztosított lesz monoról. Hát aztán nyilván kívánjuk magunknak, hogy egy pár év múlva ez is legyen szűkös, mert azt gondolom, az jó lesz a városnak is. Szintén tervasztalon szerepel, és nincs róla még egyelőre önkormányzati döntés sem, de a képviselőtestület foglalkozott az új ravatolozó építésének a gondolatával. Ugye ez az előbb említett katolikus temető mellett található ravatolozónak az elbontásával, és egy teljesen új kialakításával jönne létre. Itt egyelőre arra vállaltunk kötelezettséget, hogy a terveket elkészítetjük,
és ha meglesznek a tervek, akkor nyilván majd tovább lehet gondolkodni azon, hogy ezt ténylegesen a megvalósításra ráfordulunk-e, és ha igen, akkor mikor tervezzük ezt megvalósítani. Én a magam részéről egyébként ezt egy fontos projektnek, mondjuk ravatalozó kapcsán biztos, hogy ez illő így beszélni róla, de egy nagyon fontos fejlesztésnek gondolnám itt a városban. Ugye a jelenlegi ravatalozóval kapcsolatban én mindig egy kicsit szégyenkezem, amikor mondjuk itt távolról jönnek hozzátartozók, rokonok, ismerősök. Hát ne legyen ember részünk persze, hogy ilyen alkalommal találkozzunk velük, de az tény, hogy én azt gondolom, hogy jelenlegi, főleg azzal a kiégett épület résszel ott, hát az azért nem egy méltó helyszín ennek az eseménynek. Szintén feltételesen tudok beszámolni arról, hogy az önkormányzat tervezi legalábbis egy pályázat erejéig a meglévő piacnak a fejlesztését. Volt egy pályázati lehetőség, mi meg beadtuk a pályázatot, tehát körülbelül ennyi történt. A lényege, hogy 100 millió forintra tudunk pályázni, és ennek nagyjából a kétharmada az, amit az épületnek a felújítására szeretnénk fordítani. Bőven megtaláljuk egyébként ennek a szükségességét az épületben, de ami talán fontos lehet, hogy az összegnek az egyharmada erejéig tudunk közterületen fejleszteni, és tudnánk parkolókat kialakítani. Tehát ennek a fejlesztésnek az is lenne a célja a meglévő épületnek a fejlesztésén túl, hogy a forrás és vagy a Bocskai utcában a további parkolóhelyeket tudjunk, legális, hivatalos parkolóhelyeket tudjunk kialakítani. És akkor most a fejlesztések után ugye rátérnék röviden arra, hogy amiről az elején, tehát a gazdasági programnak az ismertetése, illetve a pénzügyi beszámoló kapcsán már utaltam, hogy a képviselő testületünknek, és azt gondolom, hogy talán beszélhetek így többünk nevébe, ugye célja az, hogy további termelő beruházásokat telepítsen, vonzon, csalogasson ide Monorra. Ugye az elmúlt időszakban arról tudok beszámolni, hogy sikeres volt, én azt gondolom, hogy ez a tevékenységünk, hiszen ugye három olyan céget is sikerült ide Monorra hozni, ami azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a helyi gazdaságnak a meghatározó szereplői lehetnek, vagy meghatározó szereplőivé válhatnak. Tehát mind a kettő azért világviszonylatban is egy komolyan jegyzett cég. Ugye ha visszafele haladok az időbe, ugye ez a legutolsó volt, ugye ez a CEVA, ez a oltóanyag termelő ZRT, amely ugye állatgyógyászati termékeket gyárt, francia tulajdonú, a világ 5 legnagyobb állatgyógyászati cégének az egyike, egy 44 hektáros önkormányzati területet vásárolt meg, és most még további területeket is vásárol, annak érdekében, hogy egy megfelelő, mondjuk még bővítési területet is ki tudjon magának alakítani. És hát alapvetően ugye, ami nagy örömünkre szolgál, az az, hogy gyakorlatilag a teljes tevékenység vertikumát, vagy a spektrumát azt itt Monoron tervezi bővíteni, illetve folytatni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az oltóanyagot, tehát a vakcinát fogja itt gyártani. Elsősorban egyébként ő a csirke oltóanyagú, csirke vakcina gyártásában jeleskedik, illetve abban van olyan vakcina, ahol piacvezető, de a kutatásfejlesztést is Monoron fogják felépíteni, illetve a logisztikai tevékenységet is itt Monoron fogják kialakítani, illetve megszervezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly beruházó lesz, aki én azt gondolom, hogy évekre, évtizedekre megfogja a városnak az arculatát határozni, de hogy az adóbevételeit, az biztosan abba azt gondolom, hogy joggal bizakodunk. Ugye az Ipar utca 8 alá szintén önkormányzati területre költözött az Ervent nevű svájci cég, ugye ő ilyen prémium üléseket gyárt kamionokba, meg buszokba.
a légrugós teherautó ülések gyártásával foglalkozik, és ami ugye itt is, bár ez volumenében azért egy valamivel kisebb beruházás, de azért mégis egy 5000 négyzetméteres ipari telket fog gyakorlatilag szinte teljesen beépíteni, és hát ő Nyíregyházáról helyezi át ide a teljes tevékenységét, tehát mondom, akkor úgy is mondhatom, hogy sikerült ide csábítani őket onnan. És hát ugye az év elején volt a koreai Sinheung cégnek a gyár átadója, ugye erről raktam be ide egy képet, ahol ugye a külügyminiszter úr is jelen volt. Ez egy, az eredeti tervek szerint egy 8 milliárdos, most már egy 10 milliárd fölötti beruházás. Én pénteken, ma hétfő van, ugye én pénteken tárgyaltam utoljára, tehát elég szoros kapcsolatban vagyunk a cégnek a magyarországi vezetőivel, tehát én pénteken tárgyaltam utoljára a gyárnak a képviselőivel, illetve az itteni vezetőkkel, és hát nekik ugye most a legnagyobb fejfájásuk az az, hogy hogyan fognak tudni ennyi embert fölvenni, mert most már azért 300 fölötti létszámmal kalkulálnak, tehát ugye 90 fővel működik jelenleg a cég, de ez még gyakorlatilag csak egy gyártósor, és ebből a gyártósorból még lesz kettő, és ezen kívül ugye azok a sikerült nekik a Samsungnak a beszállítói, tehát sikerült úgy megegyezni, hogy gyakorlatilag szinte minden alkatrészt, elemet azt itt fognak Monoron gyártani, tehát még az eredeti tervekhez képest is gyakorlatilag megtöbbszörözik a gyártó kapacitásukat. De az tény, és ez ebbe ugye nekünk is hát közösen kell mondjuk a kollégákkal, akik itt ebbe segítenek nekem, meg akár a járási hivatallal, meg a munkaügyi kirendeltséggel gondolkodni. Tehát a legnagyobb kihívás az az lesz, hogy megfelelő, hát nem csak szakembert, hanem egyáltalán embert találni ehhez a gyárhoz is. A közterek gondozás, ugye visszatérő, kötelező önkormányzati feladatunk, erre most nagyon sokat nem vesztegetnék. Hát jó lenne jobban, hatékonyabban csinálni. Annyi nem mentségként, de azért küzdünk a közmunkaprogramnak hát gyakorlatilag a kiüresedésével, hogy így fogalmazzak, tehát azzal, hogy egy olyan üzletágban kellene a Kövának látványos eredményeket elérni, mely üzletág az elmúlt években gyakorlatilag teljes egészében a közmunkaprogramra épült. Ugye ez a kormányzati cél, és ezt értjük és örülünk neki, hogy a közmunkaprogramból ugye folyamatosan kivezessék az embereket. Ez egyébként látszik, ez nagyon jól sikerül, mert gyakorlatilag nincs hadrafogható ember már közmunkásként. Ugye felszívta őket az ipar, a gazdaság, meg hát főleg az építőipar, de hát ugye mi ennek a kellemetlen részét látjuk és tapasztaljuk, az az, hogy gyakorlatilag hát mondjuk kétszer annyi drága stíl fűkaszánk van, mint ahány ember hadrafogható jelenleg a közterületeken. Erről a kis hírről nem tudom, hogy hallottak-e, ugye kicsit, hogy dicsekedjünk a közbiztonsággal is. Ugye a police.hu, amely ugye ez most már nem rendőrségi, hanem úgynevezett egyesített nyomozó ügyészségi statisztika, amely ugye amelyben a bűncselekményeket és a szabálysértéseket ugye nyilván tartják, tehát ez a hivatalos statisztika adatai szerint Monor a lakásbetörések tekintetében, ugye kiemeltek egy ilyen fontos, azt gondolom talán a közrend, köznyugalom szempontjából fontos adatot, tehát a lakásbetörések számát tekintve a legbiztonságosabb település volt most az elmúlt egy évben. A nyilvánvaló, és a kapitány úr, mindig el szoktuk mondani, akihez betörnek, vagy akinek ellopják a bicikliét, vagy akivel bármilyen, aki bűncselekmény áldozata lesz, az nem vigasztalja, hogy egyébként statisztikailag a város ilyen jól áll, de én azt gondolom, hogy ezzel nyugodtan elbüszkélkedhetünk, hogy igen, hivatalos adatok szerint Monoron követik el 10 000 lakosra vetítve a legkevesebb betörést az egész Pest megyében. Ebben azt gondolom, hogy talán valami szerep az itt a rendőrségen kívül az önkormányzatnak is van. Hát több szálon, illetve nagyon sokféle formában támogatjuk a helyi
a rendvédelmi, meg a bűnmegelőzési munkát. Többek között az a rendőr-járőr pár, aki itt szokott a városban sétálni, azt a Monori önkormányzat finanszírozza, tehát az ő bérét azt mi adjuk át a Pest megyei rendőr főkapitányságnak. A Tiszta Udvar rendesház, ugye kicsit most már színesekre áttérve, kitüntetéseket most már azt hiszem, hogy harmadik alkalommal adjuk át, én nagy örömömre szolgál, hogy minden évben nagy számú pályázó van, erre szeretném önöket is biztatni, ugye tavasszal van ennek a pályázatnak a beadása, és akár társasházban, akár családi házban laknak, és gondozott, tiszta, rendezett a környezetük, akkor én biztatom önöket, hogy induljanak el ezen a pályázaton. Az elkövetkezendő tényleg most már csak egy-két dia a városnak a közösségi életéről szól, illetve azokról a programokról, amik elsősorban ugye a Vigadó Nonprofit Kft-nek a szervezésében valósulnak meg, illetve szervez a Monor város önkormányzata. Ugye ezek között is vannak úgymond, tehát hagyományosan most már évek óta visszatérően megrendezett programok, illetve vannak olyanok, amikkel ugye egy-két éve kezdtünk el kísérletezni. Ugye évek óta visszatérően szervezzük, és ennek most majd lesz aktualitás, ugye az adventi kiállítást. Andi, ez mikor lesz? Idén? Tehát november 23-án lesz itt ebben a díszteremben ismét adventi kiállítást, és hát azt gondolom, az is példaértékű, mert egy város életéhez ez is hozzátartozik, ahogy ebből a 4 hetenként rendezett kis adventi programból végül is egy nagyon szép hangulatos kis össznépi összejövetel lett itt a főtéren, és tényleg egyre többen jönnek most már erre a programra. A sportcsarnok megnyitásáról ugye már volt szó, és hát örömünkre szolgál az is, amikor ugye egy programot, vagy egy koncertet szervezünk, és mondjuk teltházasan tudjuk lebonyolítani az új sportcsarnokban. Ugye több ilyen volt már az idejében, és hát bízunk benne, hogy a következők is majd találkoznak a közönségnek az ízlésével. Jégpályát az önkormányzatunk ugye üzemeltetett szerintem majd 4 éven keresztül. Az idejében még nem született róla döntés, tehát nem tudom azt mondani, hogy lesz jégpálya az idejében is Monoron. Ha nem lesz, akkor az azért nem, mert valamilyen más rendezvényre szeretnénk most ezt azt a támogatást fordítani, illetve azt az összeget átcsoportosítani, amit a Monori önkormányzat ehhez minden évben biztosított. Az autómentes nap egy új program, ugye ez egy országos rendezvény részeként csatlakoztunk be erre, és kapunk hozzá most már visszatérően ugye minden évben támogatást, és hát amire ugye utaltam, hogy ez a Fröccs Szombat nevű kezdeményezés, ami egyébként a Borút Egyesületnek és a Vigadó Kft-nek, a Hanzeli Kandiéknak, meg a Gázoliéknak volt az ötlete, ez úgy tűnik, hogy sikeres, mert ugye az idejében most már 3-at rendeztünk, és azt gondolom, hogy mind a 3-an nagyon sokan voltak, tehát ez alapján jó lenne, hogyha ezt jövőre is folytatni lehetne. És akkor ugye vannak a hagyományos rendezvényeink, ugye a borvidékek hétvégéje az szerintem most az idejében azért, mert nincsenek mért látogató számok, de valószínűleg látogató csúcsot döntött.